Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Harmadszorra kellett eredetileg elfogadott költségvetést átalakítani Bátaszéken. Eddig megközelítően 40 millió forintot csoportosított át a város vezetése a vírusfertőzés hatására bekövetkezett helyzetek kezelésére. Március 14-én fogadta el Bátaszék város önkormányzati testülete a 2020-tól szóló gazdálkodási rendeletet, vagy egyszerűen az idei évi költségvetést. A koronavírus járvány hatására mostanra harmadik alkalommal kellett módosítani az eredeti változaton. Most harmadik alkalommal is jó néhány olyan feladatot hagyunk el a költségvetés végrehajtása során, melynek forrásait az egyensúlyi céltartalékba fogjuk átcsoportosítani. Így úgy döntöttünk, hogy ebben az esztendőben bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk felállítani az úgynevezett barátságoszlopot, nem ennek az időszakát éljük, ezt majd 2021-ben fogjuk megtenni. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy ebben az esztendőben elhalassza a tányház előtti parkoló és leállósárnak a kiépítését, és az erre szánt összeget is átcsoportosítjuk az egyensúlyi tartalékba. Illetve korábban döntöttünk arról, hogy az ipari parkon belül megvásárolnánk egy ingatlan részt egy külföldi tulajdonostól. Ettől is eltekint most a képviselőtestület, pont annak érdekében, hogy azokat a forrásokat elő tudjuk teremteni, amelyet nekünk is szolidaritásból a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, többek között azt a 21 millió forint gépjárműadót, amelyet a város ebben az esztendőben bevételként megtervezett a költségvetésében. A 2020 évi koncepcióban az át, a város mindenképpen lépéseket tesz a saját tulajdonú ingatlanainak állagmegőrzése érdekében. Ezt a döntést a vírusjárvány sem módosította. Így ezek a feladatok továbbiakban is szerepelnek a 2020-as költségvetésben. Például a számvevőség épületének felújítása, melyhez kapcsolódóan most tervezési költségkiegészítések kerültek jóváhagyásra, mely alapján megkezdjük a számvevőségi épületnek a homlokzat felújítását a keleti, illetve az északi oldalon, de megkezdődik többek között a gondozási központhoz tartozó két épület, a Budai utca 21 és a Budai utca 61-es számú épületnek a tetőfelújítása is ennek az előkészítési folyamata. Annak érdekében, hogy említettem, hogy a vagyonunkat azért óvjuk, független attól, hogy veszélyhelyzet van. Ebben az esztendőben a veszélyhelyzet egy kicsit más feladatok megvalósítását is előrébb hozta, hiszen például a Városi Sportcsarnok világítás korszerűsítését is el tudtuk végezni ebben az időszakban. Ehhez a forrásokat biztosítani fogjuk a 2020-es költségvetésben, és forrás biztosítottunk annak érdekében, hogy a tanúszoda medenceterét is fel tudjuk egy kicsit újítani, karban tudjuk tartani, hiszen az elmúlt 10 évben a fugák egy kicsit rossz állapotba kerültek. Most sajnos megnyílt arra a lehetőség, hogy nem a nyári leállás időszakában, hanem már korábban ezt meg lehessen valósítani. Ehhez is a fedezetek rendelkezésre állnak a 2020-as költségvetésben. Ezekkel a költségvetést érintő döntésekkel több mint 40 millió forintot csoportosítottunk át már az egyensúlyi tartalékból. Ebből ugye 21 millió forintot már be is kell fizessünk a évvégéig a központi költségvetésbe. Természetesen amennyiben ebben az esztendőben a veszélyhelyzeti időszak lezárul, akkor a képviselőtestület át fogja gondolni, hogy ezek közül a feladatok közül már csak idő szempontjából, vagy finanszírozás szempontjából, melyek azok, amelyek esetleg még ebben az esztendőben meg tudnak valósulni. Két városi intézmény élére is ki kell írni a vezetői pályázatot. A Városi Óvodai, illetve a Gondozási Központé mind a két intézmény esetében a pályázati kiírások jóváhagyásra kerültek. Abban az esetben, hogyha a központi döntés alapján a veszélyhelyzet időszak alatt lejáró pályázatok meghosszabbodnak, akkor a pályázatot természetesen mi is vissza fogjuk vonni. Amennyiben erre központi utasítás nem lesz, akkor az eljárás lefolytatását követően a nyáron kiválasztásra kerül mind a két intézménynek a vezetője. Annak ellenére, hogy számos terv egyelőre meghiúsulni látszik, a város üzemeltetése és fejlesztése nem állt le. Ennek megfelelően olyan munkák kezdődnek meg rövidesen Bátaszéken, melyek elodázhatatlanok, illetőleg a helyzet adta lehetőséget kihasználva, fennakadások nélkül elvégezhetőek. A jelenlegi helyzet nagyban átírta azokat a terveket, melyek erre az időszakra szóltak, mondta Papp Péter, a Bátkom 2004 Kft. Ügyvezető igazgatója. Ezzel párhuzamosan viszont számtalan olyan feladatunk is van, melyet megkezdünk, ilyen például a parkgondozás, amely időjárás függvénye. De ezek mellett ugye most már beálltunk a járványügyel kapcsolatos feladatokra, ezeket folyamatosan végezzük. A Bátkom
megkezdi, illetve már megkezdtük azok a munkákat, amelyek az idénre tervezve voltak, illetve amelyeket a városvezetés ugye meghatározott, melyeknek a fedezete is biztosított. Több olyan nyára tervezett karbantartás felújítási munkát sikerül, legalábbis reményeink szerint a közeljövőben elvégezni, amelyek adott intézményekhez tartoznak. Ezek mellett ugye beleállunk az idei terveknek megfelelően a temetőnél, a Garai utcai temetőnél a belső út további építésébe. Az idén szintén egy jelentős falatot szeretnénk úgymond befejezni, és a temető úttal kapcsolatban a temetőbe egyéb kiegészítő munkálatokat is. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy 200 méter van megtervezve, de mivel itt hát tükörszedéstől kezdve és egyéb dolgok, és most olyan részre fogunk vetődni, amelyen hát ilyen bizonytalan, tehát meglátjuk, hogy mit mutat a, ugye az altalaj, illetve az egyéb természeti adottságok azon a részen. Régi temető, nem igazán tudja senki, hogy mi volt ott régen, hogy volt, úgyhogy majd most a munkák folyamán 200 métert tervezünk be, és azt gondoljuk, hogy az az idei tervnek, pénznek és a lehetőségeinek is megfelelő lesz. Ezzel a temető belső úthálózatának kiépítése nem fejeződik be. A hátralévő részek a következő év vagy évek feladatai lehetnek. Megkezdődik egy régi adósság, a Deák utca vízelvezetőinek korszerűsítése. Most a tavaszi esőzéseknél kiderültek bizonyos utcákban, hogy mondhatnánk azt, hogy illetve úgy fogalmazhatjuk, hogy katasztrofális vízügyi helyzet van eső esetén. Ezt főleg a Deák utcában tapasztaltuk, mely Deák utcára meg is fogjuk kezdeni rövid úton a patkarendezést a csapadékvízelvezetéssel együtt. Ugye az utca az egy, mondhatnám azt, hogy különleges fekvésű főső része, nehezebb, nem nagyon nyitható árok, tehát speciális terelésekre lesz szükség, illetve az alsó részen, a Köves utca felé pedig ott egyértelműen végig árkot kell takarítani, pucolni, rendezni, keresztmetszetet bővíteni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a Deák utcának a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függ, hogy meddig jutunk, próbálunk olyan megoldást találni, amely ugye figyelembe veszi ugye a rendelkezésükre álló forrásokat is. Hogy az utca egészén vagy csak a nagyobb hányadában zajlik-e a vízelvezetés, egyelőre kiszámíthatatlan, mondja Papp Péter. A jelenlegi anyagi források és a felmérések tapasztalatai azt mutatják, hogy 80%-ában eleget tudunk tenni a feladatnak. Ha a munkák jobban haladnak a tervezetnél, akkor végig is vihetjük ezt, tette hozzá a cégvezető. A szaktárca javaslata alapján vélhetően különleges módon zajlik majd az érettségi ebben az esztendőben. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban felkészültek a módosított vizsgarendszer lebonyolítására. Napokkal ezelőtt látott napvilágot az a szakmai előterjesztés, mely az idei év érettségi vizsgák átalakításáról szól. A tervezet értelmében idén csak írásban kell számot adni tudásukról az érettségizőknek, illetőleg az előrehozott vizsgákat tevőknek. Sümegi József igazgató azt mondja, szakmailag támogatni tudja az elképzelést. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben mindenképpen jó döntés, hiszen az írásbeli vizsgák megszervezhetők, biztonságosan megszervezhetők. Gondolok itt a diákoknak az egészségére és a felügyelő pedagógusokére, az sem mindegy. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az írásbeli érettségi vizsgával is megfelelő módon lehet mérni a gyerekek tudását, hiszen ha a pontokat nézzük, a pontarányokat nézzük, akkor a szóbeli vizsgával már csak szépíteni lehetett eddig is az írásbelinek az eredményét. Zömében az érettségi vizsgának az eredménye az az írásbeli feladatokkal már eldőlt. Tehát én azt gondolom, hogy az egészség megőrzése a legfontosabb, és a megelőzés a legfontosabb szempont, és én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jó döntés volt a szaktárca részéről, hogy az írásbeli érettségi vizsgákkal a gyerekek érettségi bizonyítványt szereznek. A vírusjárvány akkor érte a magyar oktatás ügyét, amikor a végzős tananyagot már leadták a pedagógusok, és alapvetően a vizsgára való felkészülésre összpontosítottak.
az ismétlés része és a begyakorlás része maradt tulajdonképpen az online formára. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fő időt és a fő hangsúlyt azt az érettségére felkészülők kapják most. Hiszen nem csak a végzősek érettségiznek, hanem nagyon sokan tesznek előrehozott érettségi vizsgákat is. Tehát ez érinti a 10.-11. évfolyamos tanulókat is. Tehát rájuk fektettük a nagyobb hangsúlyt, eddig legalábbis, és én azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan vette, az otthoni felkészülés, azokat a feladatokat, amelyeket kapott, azokat rendszeresen visszaküldte, bekapcsolódott az online órákba, akkor fel lehetett erre az érettségi vizsgára is, vagy fel lehet erre készülni. Mi most jelen pillanatban az ismereteink alapján, tehát az a szűk ismeretanyag alapján, amit az írásbelivel kapcsolatban hallottunk, ezt úgy tudjuk megvalósítani, ugye egyébként sem lett volna a nagyobb írásbeli tárgyaknak a napján tanítás nálunk. Tehát a magyar matematika és a történelem napján, tehát a hétfőket szerdán semmiképpen nem szoktunk tanítani. Tehát ugye ez érint mindenkit. A többi érettségi tantárgy egy bizonyos részét az érettségizőknek, viszont az egész intézménynek az infrastruktúrája rendelkezésre áll, tehát el tudjuk helyezni a gyerekeket úgy tantermekben, hogy egy tanteremben viszonylag kis létszámú gyereket teszünk be, ugyanakkor a pedagógusokat pedig megpróbáljuk úgy óvni majd a fertőzés veszélyétől, hogy használnak majd nyilván maszkot, kesztyűt a dolgozatok összeszedésénél, illetve a higiéniai előírásokra. Ezeken a napokon én úgy gondolom, hogy még nagyobb hangsúlyt kell tennünk, akár a mosdóknak a rendszeres fertőtlenítésére, kézmosási lehetőségre közben, ha valaki kijön. Tehát én azt hiszem, hogy biztonságosan megszervezhető az írásbeli vizsga. Az idei esztendőben sok minden többek között a Költészet napja rendezvénye is elmaradt a vírusjárvány miatt. Emlékezzünk meg a eljeles napról a tavalyi események felvételével, amikor is óvodások, általános iskolások, középiskolások és idősek együtt szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a Romkertben. Lehunna kék szemét az ég, lehunna sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludd el szépen, kis Balázs. Bár Pécsi Laura még csak 6 éves, nem ismeretlen számára a szereplés, a Felvidéki Néptánc Egyesület apró csoportjának tagjaként rendszeresen táncol. Ezen kívül balettozni tanul, továbbá mesemondóként is bemutatkozott már a város rendezvényein. A Költészet napján József Attila Altató című versét szavalta el, ez jelenleg a kedvence. Laura mindig is szerette a verseket, meséket, és igyekszik azokat minél előbb megjegyezni, hogy később fejből tudja azokat elszavalni. Azt mondja, ennek egy oka van. Mert Anna otthon szokott mesélni. A negyedik osztályos Varga Ivett, Bella István Áni-Máni Messzenész című versére az interneten bukkant rá, és azonnal megtetszett neki. Mert minél több verset mondunk el, annál okosabbak, meg jobban fejlődünk, meg hát ilyenek. Tavaszok, nyarak, őszeim! Maradékaim s őseim! Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én, és idén sem maradhatott el a generációk versmondása sem. Óvodások, általános iskolások, középiskolások és idősek együtt szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a Romkertben. A Magyar Költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük, és ezt a fajta hagyományt szerettük volna továbbvinni, egy kicsikét átgondolni, és talán innovatívabbá tenni, és bevonni a bátaszéki közösséget. Ebben az esztendőben egy Kányádi Sándor verset választottam, az Előhang címűt, és ezt megkapják papíron a jelenlévők, és először előmondom, vagy fölolvasom, majd közösen elolvassuk, és egy ilyen nagy, hatalmas verses ováció lesz a végén. Ezen felül pedig a turisztikai információs pontban a mai napon, április 11-én mindenki versajándékot választhat magának teljesen ingyenesen, tehát aki bemegy vásárolni, illetve a környéken jár, annak ajánlom, hogy nézzen be és húzzon magának egy verset. 50 fajta vers, több száz darabbal készültünk, mert tavaly körülbelül egy óra alatt elfogyott,
fogyott, és remélem, hogy talál magának benne mindenki olyat, amelyik a szívének kedves lehet. Nyilván ebben a rohanó meg elidegenedő világban azért az emberek vágyják ezt a fajta intimitást, amit mondjuk akár a vers tud adni számukra. Én kifejezetten azért szeretem a verset, most már évtizedek óta mondhatom, koromból adódóan, mert ha van az embernek 3, 4, 5 vagy 8 perce, akkor belebújhat valamibe. Nem kell ahhoz egy könyvet elolvasni, amelyhez mondjuk napok kellenek, mire belebújik az ember. Egy vers, a vers az maga az élet eszenciája, belesűrítve 3 vagy 4 percben. Számomra ezért ennyire kedves. Aztán, hogy most ebben a rohanásban az ember tud szánni 2-3 percet, talán tud, és lehet, hogy ez a népszerűségének a titka, én ebben csak bízom egyébként. Illetve az, hogy a tájékoztatást megkapja mindenki, és örömünkre, legnagyobb örömünkre nagyon szívesen jelentkeznek. Akár a nyugdíjas klubból, akár az önóból jönnek már, készültünk nekik padokkal, hogy le tudjanak ülni, de az óvodások is első felhívásra azonnal jelentkeztek és jöttek. Számomra Kányádi Sándor nagyon kedves, úgy általában véve az erdélyi magyar irodalom, és próbáltam egy olyan verset választani, amelyik talán több ember vagy a jelenlévő generációk szívéhez is eljuthat. Ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!